136 igen, 56 nem és egy tartózkodó szavazattal az év utolsó ülésnapján elfogadta az országgyűlés az egészségügyi törvény módosítását, amellyel gyakorlatilag az egész ellátórendszer működése megváltozik. Az egészségügy mostani átalakítása az alapellátást, a járó betegellátást, illetve a kórházi működést is érinti. A Semjén Zsolt által november 15-én benyújtott törvényjavaslat értelmében a tartós ápolási feladatok, épületek és az ott dolgozók is átkerülnek a szociális ellátórendszerbe. Továbbá átalakítják az alapellátást és az ügyeleti rendszert, valamint a szakrendelők és a városi kórházak szakmai integrációja is megtörténik. A Magyar Orvosi Kamara a jövő év elejére rendkívüli küldött gyűlést hív össze. Egy gyors felmérésben pedig a kamara szerint 4500 orvos hajlandó letétbe helyezni a felmondását. Vendégem pedig dr. Nagy Marcell, a Magyar Orvosi Kamara titkára. Üdvözlöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Körülbelül egy hónapja volt itt nálunk dr. Kincses Gyula, a MOK elnöke, és akkor ő bizakodó volt, és azt mondta, hogy alapvetően a szaktárcával, államtitkárral történő egyeztetések azért pozitívumok, és jó néhány olyan javaslatot megfogadott a kormányzat, amelyet az orvosi kamara is feléjük benyújtott. Most mi változott? Hát gyakorlatilag az változott, hogy azóta ugye beterjesztésre került az a törvény, amiben a javaslatainkat nem fogadták be, és ezeket a javaslatokat, ezeket gyakorlatilag később ugye az államtitkár úr azt mondta, hogy bizonyos részét beépítik, bizonyos részét nem építik be, és hát lettek olyan pontok is ebben, amit nem fogadott el a kormányzat, úgyhogy ennek megfelelően változott a helyzet. Ugye, ha már kicsit szétszállazzuk a témakört, mert nagyon sok témát érintett az egészségügyi törvény módosítása, ugye a házi orvosi praxisok. Itt még elnök úr is úgy fogalmazott, hogy ahol nem töltötték be a praxist, azt meg lehet oldani másképpen, nem feltétlenül csak helyettesítéssel, hanem összevonnak bizonyos körzeteket. Vannak területek, illetve körzetek, ahol nem is érdemes a praxist, mint olyat fenntartani, főleg, hogyha hosszú évek óta ezt nem töltik be. Változott ezzel kapcsolatban az önök álláspontja? Alapvető probléma az, hogy nem tudjuk, hogy mi a kormányzati álláspont ebben a kérdéskörben, hiszen látunk most egy jogszabályváltozást, ami különféle jogokat telepít, és különféle átrendeződésekre ad lehetőséget, és nem látjuk mögötte azt a tervet, hogy mi alapján történik meg ez az átrendezés, hogyan fog ez megvalósulni, illetve hát a házi orvosokat sem kérdezték meg arról, és emiatt nagyon bizonytalanok vagyunk, hogy mennyiben lesznek ők alkalmasak, vagy mennyiben vállalják azt a terheket, amiket most újonnan rájuk telepítettek. Ugye itt például az ügyeleti rendszer átszervezése kapcsán bizony más feladatokkal is el kell bánniuk, mint amivel eddig. Igen, csak mondjuk annyira nem tudunk belemenni a részletekbe, de az államtitkárság részéről is, korábban az orvosi kamara részéről is az hangzott el, hogy mondjuk az, hogy heti 2 ügyeletet elvállal egy orvos, az még nem egy akkora nagy teher, amelyet nem lehetne elviselni. Nyilván plusz feladatokkal jár, de ezt azért nem lehet úgy interpretálni, mint hogyha összedőlt volna a ház. Természetes, csak nagyon-nagyon sokféle élethelyzetben dolgoznak orvosok ugyanúgy Magyarországon, és a betegek is máshogy férnek hozzá ehhez az orvosi ellátáshoz. Tudunk olyan házi orvost, aki például mozgássérült, és tolókocsival tolják be a rendelőbe, és úgy látja el a betegeit. Ő például teljes mértékben nem tud részt venni egy ilyen ellátásban, tehát azt helyette például egy másik orvosnak kell, hogyha számolt vele a kormányzat, de ezt nem tudjuk jelen pillanatban, hiszen nem látjuk ezeket a számokat és ezeket a terveket. Végeztek egy felmérést, egy gyorsabb felmérést, ebben pedig az állt, hogy ugye kb. 4500 orvos akár a letétbe is helyezi a felmondását. Ez azt is jelenti, hogy ha nem változik most a helyzet rövid időn belül, akkor fel is mondanak? Természetesen ez önmagában még csak egy felmérés és szándéknyilatkozat, hogy mire hajlandóak az orvosok. Az orvosok nagyon-nagyon sok mindenre hajlandóak azért, hogy a betegbiztonságot megteremtsük. És a betegbiztonság ebben az értelemben annyit jelent, hogy minden beteg hozzájusson a megfelelő időben, a megfelelő minőségű ellátáshoz, a megfelelő orvos által. Ezek az intézkedések jelen pillanatban mi azt látjuk, hogy olyan veszélyt, olyan helyzetet teremtenek, amiben nagyon-nagyon magas a kockázata annak, hogy számos orvos nem fogja vállalni az ilyen jellegű munkavégzést. A kirendeléseket, ugye ezt a bújtatott kirendelés, ami most megjelent ebben a jogszabályban, illetve ugye maga a kormányzat most egyértelműen törvénybe iktatta azt, hogy a közreműködői szerződéseket ugye 2024-től majd felfüggeszti. Több mint 10 000 olyan közfinanszírozott ellátás van Magyarországon, szakrendelés-rendelés, ahol ilyen jogviszonyban dolgoznak orvosok. Láttuk azt az elmúlt időszakban, akár megyei kórházak szintjén is, hogy egyetlen orvos kiesése akár ágyszámot felezett az adott régióban, az ügyeleteket nem tudták kiadni, ezáltal nagyon súlyosan sérült a betegbiztonság. Most egy ilyen intézkedés kapcsán nagyon-nagyon félő az, hogyha ezek az orvosok nem vesznek ott részt, és nem vállalják azt, hogy ők mondjuk szolgálati jogviszony formában lássák el ugyanezt a tevékenységet, akkor bizony ott nem lesz ott az orvos, tehát sérül a betegbiztonság. Ugyanilyen probléma a kirendelés is, hiszen a kirendelés kapcsán pedig konkrétan láttuk azt, hogy a Covid alatt volt olyan, amikor egy kórháznak az egyik osztályát nem kirendelték, hanem áthelyezték ugye egy megyeszékhelyre, egy 30 km-re lévő városi kórházba, abban a pillanatban a dolgozók 15%-a azt mondta, hogy sajnos oda mi nem tudunk kijárni, úgyhogy nem maradtak az ellátásban, de értelemszerűen nem ott és nem azon az ellátásban. Nyilván ez a most elfogadott módosító csomag, hiszen több törvénymódosítást is tartalmaz az egészségügyi módosítás. Hogy látja, van-e középút, amit a szakma is elfogadna, illetve a kormányzat is elfogadna annak érdekében, hogy a mostani törvénymódosítás is megvalósuljon, ugyanakkor részfinomítással azért a szakma is elégedett legyen? Tehát mi kell ahhoz? Én azt gondolom, hogy a célunk mindenkinek közös. Egy jó, aktuálisan működő, jól finanszírozott, jól együttműködő egészségügy, mind a betegekkel, mind a közfinanszírozott magánellátások közötti együttműködés. Tehát, hogy egy kiegyensúlyozott, fejlődő egészségügyünk legyen. Ez egy közös cél. A közös célban nyilván vannak olyan lépések, amelyek egyik vagy másik fél számára kellemetlenek, de az garantált, hogy egy házat átépíteni pénz nélkül nem lehet. Tehát ahhoz, hogy egy teljes strukturális változás, egy finanszírozás változás, a betegutaknak az újraszabása megtörténjen megfelelő módon, ahhoz bizony nagyon sok mindent el kell végezni, nagyon sok feladatot el kell végezni, és a minőségbiztosítás ugyanilyen téma. Elnézést, hogyha pénz kell, akkor itt nem csak a bérrendezésre vagy béremelésre gondol. Természetesen nem, hiszen az egy már meglévő betervezett keretből történik, legalábbis az orvosok vonatkozásában, viszont nagyon félünk attól, hogy amennyiben a szakdolgozói béremelés elmarad a közeljövőben, akkor viszont az is egy újabb betegbiztonságot érintő, veszélyeztető tényező lesz. Tehát ez is egy nagyon-nagyon komoly kérdés. Csak egy rövid gondolat a végére, lát egy win-win helyzetre esélyt a közeljövőben, amikor mind a két fél azt mondja, hogy engedtünk is, de amúgy nyertünk? Én látok egy olyan esélyt, ehhez az kell, hogy teljesen transzparensen, tehát teljesen átlátható módon a szakmával, a beteg szervezetekkel együttesen kidolgozni egy olyan programot, ami nem egy-két év ciklusban, nem egy kormányzati ciklusban, hanem az elkövetkezendő 10-15 évben egy megadott útvonal alapján megváltoztatja ezt az egészségügyet, jobbá teszi azt, és ha kidolgoztuk ezt a programot, akkor közösen, és ezt mindenki megismerte, akkor ennek alapján be lehet táblázni azokat a lépéseket, amelyeket megfelelő időben meg kell valósítani, tehát milyen jogszabályokat kell megváltoztatni, milyen módon ahhoz, hogy ezek a strukturális változások végbe menjenek. Nagy Marcell, köszönöm, hogy itt volt nálunk. Nagyon szépen köszönöm.